A Vajdaságon át nevű verseny során a versenyzők 168 kilométert tettek meg Újvidéktől, Palánkán, Hódságon, Apatinon és Zomboron át Szabadka központjáig. A futam sprint befutó során dőlt el. A leggyorsabb a szabadkai származású, most a kragujevaci rádnicski színeiben versenyző Dér Zsolt volt. Nekem fekszenek az ilyen befutók, ezek a sprintek, de hát itt ez mindig nagy... úgymond rulett, mert hogy nem lehet tudni, még hogyha nagyon-nagyon jó formában van az ember is, vagy hogyha jól érzi magát, akkor se lehet tudni 100%-osan, hogy nyerni fog, mert elég csak rosszul helyezkedni, vagy egy pillanat fékezés, vagy bármi, és akkor a győzelembe kerülhet. Vasárnap Szabadka nagy díját a város központjában rendezték, egy 2,4 kilométeres körpályát alakítottak ki. Az egyesületben olyan ötlet született, hogy ezúttal a városra fogjuk szervezni a versenyt, azért mert népszeríteni akarjuk ezt a sportot a városunkban. Gondolom, hogy ez kell, és gondolom, hogy szükség van erre a városra. A felnőtteknek 92 kilométert, vagyis 38 kört kellett megtenniük. Első két helyen a belgrádi Partizán kerékpározói Nebojsa Jovanovics és Esad Hasanovics értek célba. A dobogó harmadik fokára Dér Zsolt állhatott.